2014-es Móra emlékévekben működött, volt Móra emlékbizottság elnökét. Köszöntöm dr. Szörényi László irodalomtörténészről. Köszöntöm a Kiskun Kélekházi Önkormányzat képviseletében, Mózsa Ferenc alpolgármester urat, valamint a Móra Ferenc Közművelődés Egyesület elnökét, Kiskun vezetőjét, Kapus Bélát és Kállaiból Veletőjét. Köszöntöm a mai rendezvény szervezőjét, Kelemei Kukot, Móra László dézmunkáját és családját. Köszöntöm Móra László leszármazottait és minden kedves vendégünket. Felkérem Fecsődi Attila igazgatóra, hogy a Valdorf iskola nevében köszöntse a megjelenteket, és mondja el emlékező gondolatait az iskola alapítója Móra Lászlóról. Még egyszer, mint házigazda, szeretettel szeretném köszönteni a vendégeinket, és egy gondolat jutott eszembe, amit Makovec Imre fogalmazott meg, és azt mondom, hogy ide való, minden helynek, épületnek megvan az a saját szellemet. És bár a lakói változtatóak, ez a szellem, ez egy állandó valami. És azt gondolom, hogy bár az iskolán nincs közvetlen kapcsolata magával a Móra Lászlóval, csak pedagógiával, de az, hogy ezt az épületet, ezt ő emelte, és hogy ezt miért emelte, az mindenképpen hatott rá, és ezt tovább érte mindig is. Hát, ha belegondolok az ő életrajzába, akkor egy dolgot szeretnék csak nagyon röviden megemlíteni. Ő a Budai Várban volt egy elitiskolának az igazgatója, és akit harcolta ki, hogy a szegény téglanyári gyerekek jönnek a Bécsőben, kapjanak iskolát, hogy ne kelljenek messzire bejárni az iskolába, és vállalta azt, hogy egy iskolának az első. Azt gondolom, hogy ez a példaértékű munka, viselkedés, könyvei, versei, pedagógiai munkája rám is van. Mi is azt gondoljuk, hogy elsősorban a gyerekek nevelése a fontos. Reméljük, hogy az iskolát, ebben tudja folytatni a Móra Lászlót. Köszönöm igazgató úr, köszöntő szavait, gondolatait. Most pedig hallgassák meg Móra László ABC című versét. Halomra gyűjtött kincsem nincs nekem, gazdagnak érzem mégis magamat. Az élet ABC-jét. Az iskolában élem életem, s parányi lelkek számtól követően, tiszta pulzált kordom, és tettes. Érdekes kezemből szállnak, és ahogy a szemek szárnak, nagyságot, vagy az adott személyhez kötődő teljesítmény jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több település is magáinak érez egy adott alkotó. Erre találunk példát, amikor 2013-ban emlékév keretében megszerettük Júgyi Gula az Ülő és Életügyi Szabékelőt, miközben Nyíregyházán szobra áll, és mint városi kiveszülés akartat számolozott Gula. Móra László útjai emléktárgyal vállalott összegyűvel, ha ugyanerre a kettős közöléssel talált ügyelván. Az író tanárta nem is földi valójában, hogy a kis kúfélek háznánk és jókodánk közben.
azt mondhatnám, hogy a családja és az emlékező gondolatai gondolkodás, ám ennél többről van szó, hisz az iskola, abban mutatkozik a műveltségünk, ahogy a műveletlenekkel bánunk, idézhetni az nagybátyja, az ismert író Müller Ferencet. És valóban 1934-ben felépült Bécsi úti tanoda első igazgatójaként az életét tette fel szegények és szerények képességi tanulók oktatására is. Miközben az érdeklődőknek egy karmunkásnyi távolságra hozta az irodalmat. És ahogy az igazgató úr röviden, de nagyon jól összefoglalta, hogy az életet tette fel arról, hogy a vártól kijöjjön, és itt a szegények gyereket szolgálja. Azt gondolom, hogy ez az a életmű, ami ma is ad támaszt, és arról úgy mutatunk a kedvet, pedagógusoknak, hogy kedvetünk, hogy a kedvet a nézőnek is, hogyan kell a rászorulók felé, a szegények emberek felé figyelni. Már ez a környék most már nem téglagyári kedvet, kicsit megváltozott, mégis van valóban olyan terület, ahol ez az életünk, ez kibetünk, hogy a nyugat felén szépen köszönjük, hogy eljöttek, és ennek is örülök, hogy újra életművet most így középpontba állítjuk. Simon Weinnek van egy gondolat, hogy azt mondja, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, hogy a miénk. Az ő nem ők, az ő életünk, pedig a miénk is, egy kis kultúrátázalom is. Köszönöm, polgármester, és most felkérem Balkonyhájúra, nemzetgazdasági miniszterre, Okuda országgyűlési képviselőjét, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen. Én is jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt polgármester úr, gazdasztó úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, én is hagyj köszöntsem a családtagjait külön, hiszen azt gondolom, hogy a mai napon is féltőképpen emlékezünk arra a családra, amelynek ilyen sok jeles tagja szolgálta hülye hazáját, országban, Magyarországon. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az összevisszaságban talált meg az egyszerűséget, hangzavarban, harmóniát, mert a nehézségek között mindig ott van a lehetőség. Ezzel az einsteini gondolattal hagyj emlékezzek én is Móra Lászlóra, aki olyan korban élt, amikor csak a legnagyobbak ismerték fel a lehetőséget arra, hogy tegyenek a gyerekekért, hagyományaikért Magyarország jövőjéért. Móra László tehetségének és tekvágyának köszönhetően képes volt erre. Mégis biztos vagyok abban, hogy sokunkban felmerül a kérdés, hogy miért avatunk be emléktelnek, és miért érezzük fontosnak felidézni az emléktelnek. Számos választ adtunk erre, én is hadd idézzem föl a magamét. Az első mindenképpen a tisztelgő. Tisztelgés a mai nap, a gyerekmű előtt, nagyra becsülés a kifejezése, a magyarságért mindig és mindenhol, itthon, és még a hatékonyságban is megjelkerül, elhúzott emberek. Erősítve volt, hiszen még a fogolytáborban is lehetőséget látni. Olyan képes lapokat gyűjtött, amelyeket itthon a tanítás során tudnak felhasználni. A második gondolat az általa képviselt értékekkel való azonosulásé. Szeretettel, a munka megbecsülésével, a hazajáti elkötelezettséggel és hittel, ahogy ő maga fogalmazta. Az volt az ÁSZ politikája, hogy két fontos pillére támasztott a jelenszinten tartós elvényeket az életben. A nagyobb távolatokat adó vallásos hittel és megszerzett tudással, valamint a tisztességes, egyént és a társadalmat egyaránt szolgáló munkát szabadítani. A harmadik gondolat, amelyről már polgármester is beszélt, a lokálban politikusét, hiszen fontosnak tarthatjuk, hogy emléktábla őrizze a pedagógus költő ügyvei munkát, amely megadatott, hogy ne csupán úgy emlékezzünk rá, mint a rosszok megőrzésére, hanem itt úgyis, aki volt otthon, otthon, közöttel tudjuk, hogy a kultúr minden megőrzése mérti darabja, de elnyitett gazdagintja, és a jövőben teret fordítja. Magam úgy vélem, hogy ha mindegyik válasz helyes, kevés is legyen. Mert amikor emléktáblát emelünk Móra Lászlónak, az elsősorban mégis nekünk, a ma itt élőknek szól.
Mi szeretnénk elérni azt, hogy gondolatai a magyarságról, tettei, az országért és határtalan kitabírása a miénk legyen ma is. Ezért tehát nem csak emléket állítunk, hanem egyben maivá tesszük, és követendő példaként állítjuk magunk elé, Jóra László életművét és kitalálását. Ezekkel a gondolatokkal megyek, hogy én is emlékezzem a személyiségére, és kívánom, hogy az emléktábla újra átadott, újra feladott emléktábla, és újra feladott emléktábla.